Üdvözlöm és a legjobbakat a mai videómba TLK Squeak szkerülő bemutatásra Igen, mit nem mondjak, őkeme egy csak aranyos kis felú egy aranyos kis manó. Igen, több mitagadás nincs, egyértelműen őkeme akkoriban egy minyon ripoff másolat Hasonlat volt, de manapság, hát nem mondanám, hogy kinőtte volna önmagát egy nagyobb léven azóta, tudtommal semmilyen más Transformer médiában nem jelent meg, ugyanakkor mégiscsak egy aranyos kis figurával van szó. Nézzük is meg őkelmét a forgó tányéron, lévén szegénykéhez nincsen meg a dobozom, lévén akkoriban szereztem, mikor még nem gondoltam arra, hogy saját YouTube csatornát készítek, ahol a dobozoknak valamelyest szerepe van. Mindenesetre igen, láthatjuk, hogy Squixnek az ülése kicsit barna, van rajta néhány extra részlet, és mit nem mondjak, őkem az egyik első, úgymond custom egy kis átalakításra váró, várt figuráim közé tartozott, lévén igen sokáig bosszantott az, hogy eredetileg őkelmének elég csúnya festése volt. Nem is festése, hanem koszolva volt a figura, mindenféle csúnya, ilyen barna foltokkal, és egy-két helyen talán még látszik is, de ironikus módon az első ilyen Transformer Custom esetében, pontosan a custom dolgok ellenkezőjét tettem meg, és nem festéket tettem rá, hanem vettem le róla. De erre majd visszatérünk, ugyanis a témába illő dolog van vele kapcsolatban. Minden esetre nézzük is meg ők elmét, kedvenc LEGO Emberking és LEGO technik Emberking mellett. Ahogy láthatjuk, Squeaksnek egész aranyos kis mértei vannak, bár egy Deluxe-hoz képest, még akkoriban is kicsi volt, manapság egy fokkal korrektebbnek mondhatnánk, de azért maradjunk annyiban, hogy egy deluxe figura általában nagyobb, mint sem eltéve a LEGO emberkéinket, képbe hozunk egy átlag standard méretű Siege Crosshairs, csak hogy lássuk, hogy egy deluxe cross mégiscsak mekkorának mondható, de kivéve crosshairs a képből, képbe hozzuk kedvenc mérőmanunkat, kivel megállapítjuk, hogy Squeaks teljes magassága kb. 8,5 cm-es magassággal bír, ami ahogy korábban értettem, nem épp a legnagyobb figurák közé teszi. Szélessége 5 cm es, mélysége pedig hát eléggé durva, alében 6 cm mélységgel bír, ami a az átlag dolgokhoz képest nem a legnagyobb mélység, ugyanakkor a többi mértéhez képest igen, csak az. Nos, térjünk is ki az őkelmének a mozgathatóságára, lévén őkelme Transformers figurához képest mozgatható. Szóval igen, kezdve az csak érdekes fejecskéjével, zim, zoom, feje képes és jobbra-balra megy, illetve föl lehet emelni az ő kis kalpagát, lévén ez is egy opció, és így nagyon föl tud nézni, hogyha azt is mondhatjuk, de mit nem mondjak, igen. két képesek vagyunk, és körbe tudjuk forgatni, így, így. né. az a vicces, hogy tök mindegy, hogy így áll, vagy így áll, olyan túl nagy különbség nincs köztem. Keze képes is lefele mozog, illetve itt jegyzem meg, van nagyon vicces módon a kész feje, keze, hát nem tudom, minek mondjam, egy gumis részből van, ami egyébként az ő alternatív módjának a kis váltóját, illetve fékír demonstrálja a kis robogó üzemmódjában. Lába technikailag van, gyakorlatilag nincs, lévén ugye csak két kereke van, amit az alternatív módjában használ, és láthatjátok, hogy az előbb kihajtottam az ő kis kitámasztóját, egy kis extra stabilitás véget, de ahogy korábban láthattuk, anélkül is képes megülni az ő kis helyén, ugyanakkor igen, ezeket a kerekeket képesek vagyunk, és egy picit föl le tudjuk mozgatni, de ezeket leszámítva ő kell nem Feltétlenül a legmozgathatóbb dolog? Igen. Viszont kárpótlás gyanánt van mellé egy apróság, nem, sem, nem láss, sem, az ő kis vontatmánya. Szóval ez megér egy misét önmagában is, lévén ez egy eléggé jó kis felszereltség ehhez a figurához. Igaz, itt látszik a korábban említett nem túl baráti színe, illetve az én próbálkozásom ezen színnek az eltávolítására, és ennél egy érdekes problémába ütköztem, melyet mindjárt demonstrálok, de előtte kinyitom ezt a kis dobozkát, ezen dolgok kihajtásával, ezt a részt megemelem, és ezt a két részt kihajtom, majd a rámpát lehajtom, és igen, így lehet kihajtani Squix-nek a kis Medic Bay kiegészítőír, és mit nem mondjak, egy igen csak klassz dologgal van dolgunk, így vele kapcsolatban, igen, igen, illetve így ki tudjuk hajtani ez az egész kis karlantyúr, annak a másik oldalán még egy extra kar is van, szóval igen, tehát ezzel együtt szvixnek a Dörux létét egy fokkal jobban megértem, bár továbbra sem nem túlságosan. Igen. Kicsit távolabb hozva a képet, követbe forgatom ezt az egész érdekes kis tákolmányt, csak hogy lássuk, hogy miről van szó, természetesen a forgó nélkül, igen. Ezt a kis piros dobozkát tagadhatatlanul nehéz nem észrevenni, ezért ki is nyitom, mert hogy ki is lehet nyitni, és ebbe rejlik egy a két kiegészítője közül a figurának, mely ugye maga a vontatványt nem említettük, de hát igen, az is egy kiegészítő, de ez is egy azok közül, mégpedig lenne egy teljes alternatív kéz, éken, ami történet szerint, ha jól megszám, hogy álca keze, és látszik rajta, hogy a pici csatlakozó bizony az, ami Squix kezére való. Ez az egyik kiegészítője, a másik pedig egy sokkal mi mit sem mondjam, <laughs> brutálisabb, ez pedig lenne nem más, mint sem egy talmas nagy puska, mindenféle harci kiegészítővel rajta, és mit nem mondjak, igen, igen, durva egy eszköz, és nézzük meg, hogy ezt hogyan is tudjuk rátenni a kis Squixre azáltal, hogyha behelyezzük őt ide, és láthatjuk, hogy hogyan is néz ki őkkel, mert itt az kis állomáson. Itt vr -vr kiszedjük az egyik kezet, ennek a kéznek a helyére tudjuk fölhelyezni a nagy ágyus kezet. Ezzel volt demonstrálva őkkel, a legtöbb ilyen promóciós árton. Másik kezet kivéve pedig kivételesen könnyen el tudjuk tenni a kiegészítőket, lévén külön tárolóhelye van. És hogyha ezeket eltettük, hátrahúzzuk a kis kocsit, és íme Wush, squeak, az ő teljes, brutál fölszereltségében. Szóval mit nem mondjak, igen, csak megváltozik kis figuránk profilja, hogyha ráteszünk az összes kiegészítőjét, és igen. Illetve még lehet rátenni a kiegészítőt, lévén a kiskocsi nem csak így tud lenni, hanem képesek vagyunk, és az előbb látott dolgokat összecsukjuk, így, né? teljes mértékben, Fölhagyjuk a rámpát, arra figyelünk, hogy ezen két kis belső részre behajlik itt ez a belső rész, így. Ne. És ezután képesek vagyunk arra, hogy felül ezen kicsiny pöcköt belenyomjuk, squeaksnek, itt a hátán található kis lukba, így. Ne. És ezáltal egy fullosan harcra kész Squixet kapjunk, igen, Squixet. Nagyon jó kis neve van, most a magyar nevére nem kestem Rá annyiban, hogy Squix, igen. És mit nem mondjak, így jelentősen fenyegetőbb dolgot mutat kis figuránk elénk nincsen korábban volt, onnan így sem nem egy túl nagy valami, de egy biztos, egy harcra készebb valami. Poén kedvéért nézzük meg ismétetlen a mértét, így mérő manóval. Arra vagyok leginkább kíváncsi, hogy ezáltal, a kiegészítő által, hát úgy durván 10 cm-es mélységet, ami nagyjából a durván duplája a figurának. Szélessége pedig potenciálisan, így poén kedvéért, lássuk csak, kb. C -c -c -c. 14 cm-es, ami igencsak jelentős változás a korábbi állapotához képest. És mit nem mondjak, rendkívül mor vicces ezzel, szóval igen, ez volt az egyik dolog, amivel megnyert Squeaks a beszerzésére annak idején, meg hát egy jó pufa dizájnról van szó mindenképpen. Igen, igen. Ő a dizájnja annyira tetszett, hogy, hogy, hogy annó egy bőrzén szereztem belőle egy duplikátomat, aki körülbelül így nézett ki most, mint Squeaks, tehát igen, mindenféle kiegészítő nélkül, így tudtam körbeforgatni, de miután fogtam, kitömtem itt a sisakján a részeket, lealapoztam, lefestegettem és kipingáltam, nem úgy néz ki, mint most itt Squeaks, hanem így igen, itt van előttünk, nem más, mint sem. Ladybug. Igen, azaz Katica Bogár. Őkem az én custom figurám, melyet a TLK Squig figurából készítettem el alapos átfestése után. Szóval, igen. Nagyon kis aranyos lett, azt kell, hogy mondjam. Én örültem neki, amikor végre sikerült befejezni fején hét kis pötty látható, hogy a katica bogarat mutassa, kedvenc hét pöttyös katicánk után, és igyekeztem minél több részletet megfelelő mienségben, minőségben kifesteni. Őkelme is átalakítható kisasszony, de nem feltétlen szertem átalakítani a custom figurákat, lévén a festék hajlamos kopni azokon a pontokon, ahol a festett és a festetlen rész érintkezik, de azt kell, hogy mondjam, nem kell őkelmét átalakítanom, ugyanis ahhoz itt van az eredeti TLK Squeaks. Igen, Squeaks átalakítása egy olyan, mely nem feltétlen a bonyolultak közé tartozik, természetesen ezt is el lehet rontani, remélem én nem fog most, ugyanakkor mégiscsak Kielégítően komplex és érdekes ahhoz, hogy egy érdekes legyen. Nos, első lépés gyaránt láthattuk, hogy széthúzom a kerekeit, lehajtom ezt a részt és lehajtom a két kerekét. Ha ezzel meg vagyok, melkasánál ezt a részt egy kicsit előrehajtom, és ezt az egész részt körbeforgatom, majd lenyomom ideig. Még nem nyomom teljesen vissza, de ezt a részt fogom, és a teljes fejecskét így hátrahúzom majd pedig visszahajtom így a fejét. Ha ezzel megvagyunk, akkor fogom, és az egész alsó testét innen alulról kiakasztom ebből a belső részből, kihúzom, kiakasztom itt a lámpáját, így átforgatom, mikor ezzel megvagyok, leveszem a két készrejét, egyik, másik, most visszanyomom teljesen ezt a belső részt, így né, kattanásig, és lehajtom a két készfejét, így né. Ha ezekkel meg vagyok, akkor lehajtom ezt a részt, így. Arra kell figyeljünk, hogy elől ezen részhez megy a keréknek ezen a része, tehát így tudjuk visszahajtani, illetve alul a kis köcökbe akar oda Alulra, ahhoz a kis részhez így néz. A hátsó résznél arra kell figyelni, hogy-hogy-hogy. squeaks a feje képes, és ketté nyílik, így. Né. Azra kell vigyázni, hogy ez egy átlátszó műanyag rész, tehát nem azt mondom, hogy most fog eltörni, lefel remélem is, de ugyanakkor csak érzékeny erre, így, és be kell hajtani ebbe a belső részbe, úgy, hogy itt hátul, miután ezt a részt ide rögzítettük, a kerék is ide rögzül, és ebbe a részbe kell a keréknek a fejének belenyomódnia, valahogy így, ezt mindig elrontom, ez az a rész, amin én ezzel a figurával a legtöbbet szoktam küzdeni, mert valahogy sose akar nekem úgy összejönni, ahogy neki azt kéne égen. Ezt ide be kell hajtani, beakasztva, és így kell, igen. Emlékeztem, hogy ki kell nyitni a szemüvegét, de pontosan, hogy hogyan nem, de hogyha ezekkel mind megvagyunk, lehajthatjuk a kitámasztóját, és íme itt van előttünk Squix a maga igencsak elegáns kis motor módjában. Ami ugye még véletlenül sem nem egy Vespa, ugyanakkor az átalakítás befejezéshez nem árt ezt a részt lehajtani, és ezután foroghat még egy kicsit így Squix, hogy láthassuk milyen is a kis motor. Elméletileg a filmben sokkal a roncsabb állapotban van őkelme, de azt kell mondjam, hogy jobban örülök annak, hogy ezen állapotában láthatjuk, mint sem egy ennél rongáltabb a módjában. Nagyon tetszik a két hajtóműve, ami egyébként 5 mm-es port, ha jól emlékszem, illetve nagyon tetszik, hogy az oldalán itt vannak a számok, mert ezeket mindig rányomják az összes figurára, és csak kicsit bosszant, de éppen eléggé ahhoz, hogy megemlítsem. De azt gondolom, említenem sem kell, hogy miért a véget, mert itt eszem leg legó és legó technik emberkémet, íme itt vannak, illetve melléjük veszem kedvenc mérőmanómat, kivel megállapítom, hogy ők a teljes hosszúsága, 11,5 cm-es szélessége, körülbelül 4,5 cm-es magassága pedig 7 cm-es. Igen, igen. Nos, ezen módjában olyan túl sok funkcióval nem rendelkezik, ahogy általában egy jármű módtól, csupán azt várjuk el, hogy kereke legyen és egy kis vagy akármennyi mértékben guruljon. kell meg képes és eleget tesz ennek, hogyha minden úgy van, ahogy kell. És megjegyzem, hogy meglepő módon ennek gumis kereke van, tehát ezen kis két gumi, gumis, igen. Képesek vagyunk és föl tudjuk hajtani a hátsó kitámasztót, de azt kell mondjam, jobb, hogyha len van, lévén így könnyebb őket még használni, illetve használni lehet ezen módjában is, a korábban látott kis utánfutót, lévén így van a legtöbb értelme hozzá, ehhez fölhajthatjuk a dolgot, és a figurának a legmacerásabb csatlakozása az, hogy ezt ide rányomjuk, de egy határozott kellő mozdulattal rátehetjük, és így lényegesebben hosszabbá tehetjük a illetve stabilabbá és lévén nem kell, hogy a kis kitámasztóján legyen, és az égető kérdést megválaszolandó, ő kell már így kb. 17,5 cm-es, ahogy 17 és 10 járunk most a videóban, mit nem mondjak, jobban elhúzódott, mintsem én azt szerettem volna. De megjegyzem, hogy ezen módjában is rá tudjuk tenni az ők is csak aranyos puskáját, csak hogy mindenkinek elégedett legyen a napja. És egy modern példával élve, íme itt van rajta, Terrán, trash, csak hogy boldog legyen mindenki mert hogy így mennek el a transformeres cimbik motorozni. Mindezek után pedig... Köszönöm, hogy megnézted eme igen csak hosszúra nyújt videómat, amennyiben tetszett Squix, vagy a kedves kis Ladybug, kérlek, hogy egy lájkot, amennyiben megjegyzésed lenne itt telted meg, és amennyiben ilyen, és általában rövidebb videókra vagy kíváncsi itt iratkozhatsz föl. Még egyszer köszönöm, hogy megnézted a videómat, és a továbbiakban is a legjobbakat. Sziasztok!